Európai kirándulásokat tervezgetve Norvégia talán nem az elsők között szerepel a magyar emberek utazási kívánság listáján. Sokan úgy tartják, drága hely, ahol nem csak a megélhetés kerül sokba, hanem eljutni oda a távolság miatt is igencsak költséges. Mivel nekünk családi kapcsolataink révén lehetőségünk adódott arra, hogy bepillantást nyerhessünk a skandináv életmódba, fogtuk magunkat és autóba pattantunk. Irány a hűvös, kimért észak. No, természetesen ez nem ment egyik napról a másikra, hiszen a hosszú út, a költségek pontos és precíz tervezést, előkészítést igényeltek. Az anyagiak előteremtése sem ment egyik napról a másikra, így kis családunk részéről több lemondást, gyűjtögetést, plusz munkákat is igényelt kalandunk finanszírozása. Azonban kint élő rokonaink beszámolói, fotói alapján egyre inkább vágytunk arra, hogy meglássuk, milyen is kint a világ, milyen a kint élő magyarok élete, a világ észak-európai szemüvegen át nézve. Az óriási hegyek, sziklák, fjordok, hideg és hosszú, hűvös éjszakák országa hogyan mutat, milyennek látszik innen az Alföldről, talán annak is a leglaposabb részéről, Békésről indulóknak a szemszögéből. . 2014. júniusában érkezett el a nap, amikor a Magyarországra hazalátogató rokonságot visszakísértük választott új hazájukba, a skandináv félszigetre, Norvégiába. Hosszú szervezés, tervezgetés után végre elindultunk, magunk mögött hagyva a sík vidéket. Nagy kalandra indultunk, egy több mint 6000 kilométeres útra, megnézni a skandináv fehér éjszakát. Jó napot kívánunk! Itt vagyunk a nagy, hánysávos, háromsávos német autópályán. Ma van a második napunk. A városokat, településeket elkerülő német autópályák végeláthatatlan erdeiben a monoton autózás és az aszfalt hangulatát a nem egyszer erdőszerűen telepített szélerőművek sokasága látványa oldja fel. Felváltva vezetünk, szemünk előtt csak egy cél lebeg, minél előbb elérni a skandináv vidéket. Hosszú még az út. Egyszer csak feltűnik Észak-Németország legnagyobb kikötővárosa, Hamburg. Ez jó jel. Még néhány száz kilométer, és átléphetjük a német-dán határt, ami már egy picit sejtetni enged valamit a skandináv hangulatból. Azonban itt még a táj meglepően hasonlít a magyar vidékhez. Talán annyi csak a különbség, hogy itt is léptennyomon jelen vannak a szélenergiát hasznosító erőművek. 3 órányit autózva a kiváló minőségű úton egyszer csak megpillantjuk az Öresund tengerszorost, azon pedig Európa leghosszabb hídját. Az Öresund híd egy kombinált közúti-vasúti híd az Öresund tengerszoros felett. A híd Dánia fővárosát, Kopenhágát köti össze a svédországi Malmővel, tágabban nézve pedig Skandináviát Közép- és Nyugat-Európával. A hídon halad keresztül az E20-as európai főútvonal. Két vágányú vasúti pályán vasúti személyszállítás és teherszállítás zajlik. A híd 7845 méteres hosszúságával Európa leghosszabb közúti vasúti hídja. Maga a híd a két part közötti távolság mintegy felét teszi ki. A maradékot a Pebelhorm nevű mesterséges sziget, Pitcairn szigetek, a világ legkisebb népességű önálló közigazgatású területe. Azt onnan a dán oldalra vezető 4050 méteres alagút és a dán oldalon létesített mesterséges 430 méteres félsziget hidalja át. A hidat 2000. július 1-én adta át II. Margit dán királynő és 16. Károly Gusztáv svéd király. Az átkelés a dán-svéd határon könnyen és gyorsan ment. A svédországi Helsingborgba megérkezve, kihasználva a jó időt, körülnéztünk kicsit az északi tenger partján.
neve ellenére igencsak kellemes hőmérsékletű víz fogadott bennünket. A bátrabbak meg is mártóztak. Kis lazítás, pihenő után ismét útnak indulunk, még éjszakabbra. Irány az úti cél, Norvégia. Ahogy telik az idő, úgy kezd a síkvidék először csak dimbes dombossá, majd egyre inkább hegyes völgyessé változni. Ezt velünk együtt autónk is érzékelte, így leküzdve a kanyargós hegyi utakat, első norvég éjszakánkat egy hatalmas lakókocsi parkban töltjük, ami jól tükrözi a skandináv életformát. Bármennyire is éjszakát mutat az óra, szinte teljes világosságban érkezünk meg Golba, a kempingvárosba. A skandináv expedíció első Norvégiában töltött éjszakája után egy rendkívül hatalmas kempingbe vagyunk, valahol a norvég hegyek között. Tulajdonképpen ez egy kempingváros, lakókocsik, víkendházak tömegével, rengeteg olyan lakó alkalmatosság, ami tulajdonképpen nálunk Magyarországon teljesen ismeretlen. Lakókocsik, kisházak, kettő együtt összeépítve, egy völgyben, egy főút mellett, tulajdonképpen fantasztikus látvány, hát hihetetlen, nagyon szép. Tehát ez egy teljesen más életforma, mint amit mi ismerünk. Békési, dánfoki üdülő körülbelül 50-szer beleférne ebbe a területbe. A napsütéses órák száma évszakonként jelentősen eltérő. Az északi sarkkörön túli területeken a nyári nap le sem nyugszik. Innen ered az éjféli nap országa kifejezés. De a délebbi területeken is mintegy napi 20 órán át tart a világosság. A gyors folyású folyók kiváló lehetőséget teremtenek a vízi erőművek kihasználására. Ezeknek a folyóknak a mentén szinte léptennyomon kisebb-nagyobb vízi erőműveket találunk. Ami Közép- és Nyugat-Európában a szelet, itt a vizet fogják be villamos áram termelésére. Norvégia az állandó, bővízhozamú, nagy esésű folyókra telepített vízi erőműveknek köszönhetően első az egyfőre jutó villamos energia termelésben a világon. Norvégia óriási nagy energiatermelő villamos energia szempontjából. A rengeteg gyorsfolyású hegyi folyó óriási lehetőséget jelent a energiatermelésre. Ez itt valahol Norvégia déli részén egy folyó mellett vagyunk. Nem tudom, hogy mennyire látszik a háttérben, hogy óriási erőmű van mögöttünk. Ez igazából egy törpe erőműnek számít, nem tudom, hogy mennyi energiát termel, de borzalmas nagy léptékűnek tűnik, mert hatalmas villanykarok vannak és óriási mennyiségű energia termelődik itt a folyókból. Norvégia jó része terméketlen, lakatlan, sziklás vidéken terül el. Az ország túlnyomó részét a skandináv hegység borítja. Fjordokkal és szigetek ezreivel erősen tagolt partvonala több mint 25 ezer kilométer hosszú. Az országot keleten 2542 kilométeres szárazföldi határ választja el Svédországtól, Finnországtól és Oroszországtól. Nyugatról és délről a norvég tenger és az északi tenger, illetve a Skagerrak, északról pedig a Barents tenger határolja.
A golfáramlatnak köszönhetően a szélességi fokon szokásosnál magasabb a hőmérséklet, és több a csapadék, főként a partvidéken. A négy évszak egyértelműen elkülönül, a belső területeken kevesebb a csapadék, és hidegebbek a telek. A nyári hónapokban a magasabban fekvő hegyekben nem ritka az összefüggő hótakaró, a hegyi tavakon pedig sokszor a nyár közepén is jégtáblák úsznak. Az utak minősége kifogástalan. Sok helyen táblák jelzik, hogy vad vagy házi állatok lehetnek az utak közelében. Nem egyszer a 2-3 vagy több kilométer hosszú alagutakba is betévednek állatok. Ki volt táblázva, hogy vigyázz, mert birkák lehetnek az alagútban. És tessék, itt is vannak. Az errefelé járatlan, főleg a síkvidékhez szokott szemű utazót lenyűgözi a látvány. Vízesések, hatalmas sziklák, meredek lejtők és emelkedők, függőleges sziklafalak tarkítják a tájat. Utunk a fjordokkal szegélyezett partvidék felé visz, hogy megnézzük, átéljük a varást, ami egy hajóútban ölt testet, mégpedig Norvégia legnagyobb fjordjában. A kikötőben ezernyi turista a világ minden szegletéből. Körös körül kis zuhatagok tarkítják a meredek sziklafalat. A levegőt szinte harapni lehet, olyan tiszta. Én azt ne felejtsük el, hogy a vikingek földjén vagyunk. A nős bátor vikingek földjén. Gyors, frappáns jegyváltás, rövid egyeztetés, s már fenn is vagyunk a hajón, ami végig visz bennünket a fjord egy szakaszán. Az időjárás megtréfál bennünket. Az elindulás pillanatában még szikrázó napsütésben volt részünk. Néhány száz méterre a parttól pedig már ködös, borongós idő fogadott bennünket. Ez némileg megnehezítette a dolgunkat a kamerával, de túl jártunk az időjárás eszén. Hihetetlen a látvány. Lenyűgöző érzés látni mindazt, amit a Sogne fjord nyújt nekünk. Ez Norvégia legnagyobb fjordja, a világon pedig a grönlandi Scoresbysand után a második legnagyobb. Bergentől mintegy 72 kilométerre északra indul, és 203 kilométer hosszan nyúlik be a szárazföldbe, a kis Skjolden faluig. Viszonyításképpen a Békés Csaba Budapest távolsághoz hasonlatos, ami 205 kilométer. A fjord legmélyebb része 1309 méter. Főágának átlagos szélessége mintegy 5 kilométer. A fjordot övező sziklák 1000 méteres és még annál is nagyobb magasságokba emelkednek. A legek itt nem érnek véget. Eddig is számtalan kisebb-nagyobb alagúton haladtunk át. De ami most következik, az talán a legek legjének alagútja. A világ leghosszabb közúti alagútja a Lærdal-tunnel 24,5 kilométer, amiben nem csak az a különleges, hogy milyen hosszú, hanem a belső kialakítása is figyelemre méltó, látványos. Meglepő, de az alagút teljes hosszában működött a mobiltelefon, ami azért is fontos, mert egy hatalmas sziklagyomrában 10 kilométer mélyen igencsak nagy segítség lehet a bajban egy működő telefon. A közlekedés itt teljes embert kíván.
Ennek megfelelően itt rugalmasan, türelmesen és toleránsan viselkednek az emberek a közutakon. Nincs előzgetés, dudálás, villogás, sőt, ami nálunk igen nagy divatban van, az ökörrázás, a türelmetlen integetés. Abban szerencsére itt nem volt részünk. Egy ilyen szerpentinen legjobb, ha mindenki arra figyel, amit épp csinál. Mert a baj csak egyszer történik meg, és itt nem biztos, hogy a roncsból bárki is 5-10 perc múlva kiszedi a balesetest, ha az egyáltalán túl is éli. Egyre feljebb haladva a meredek kaptatón lassan elfogynak a fák, és már csak a törpenövények, mohák, zúzmók élnek itt fenn, több mint 1000 méterrel a tengerszint felett. Igazából ő a mocsári szeder nevű virág. Ez növény. Csak itt él fönt, ahol nem bántja senki, maximum a birkák szokták lelegelni a termését. Az idő barátságtalan. Rövid időre azt sem hisszük el, hogy június közepét írunk. A táj kietlen, élő embernek szinte nyoma sincs rajtunk kívül. Igazából ez egy tipikus norvég látkép, ami a hátam mögött van. 500 kilométeren át csak ezt látjuk. Nincs más! Csak országút, hegy, hó, hideg, szél! Leküzdve a hatalmas fennsíkot, visszaereszkedünk a völgybe. Az időjárás is kezd barátságosabbá válni. A sziklába vájt alagutak mellett a kompok is nagy szerepet kapnak a közlekedésben. Hidak híján, a fjordokon, kompokon kelnek át a közlekedők. Igaz, kicsit drága komppal utazni, de ez az egyetlen megoldás, ha nem szeretnénk kerülni esetenként akár 2-300 kilométert. A kiszolgálás nagyon előzékeny, udvarias, és mindenek felett gyors. Die sechs Passagiere. Ja. 248. A bankkártyás fizetés gyakorlatilag gyorsabban zajlik, mintha készpénzben egyenlítenénk ki a kompátkelés árát. Aki itt útnak indul, annak számolnia kell azzal, hogy az átlagsebességet nem csak közúti viszonylatban kell számolni, hiszen a komp fél óránként közlekedik, sebessége pedig jóval kisebb, mint egy kerékpárosé. Így jócskán több időt vehet igénybe az utazás, mintha mindezt végig közúton, folyamatos mozgásban tennénk meg. A hosszú hegyi utakon gyakran találkozhatunk pihenőhelyekkel, amelyeket igen nagy becsben tartanak a helyi emberek. Nem csak a szükségletek elvégzésének lehetőségét és a pihenés célját szolgálják, hanem menedékképpen is igénybe vehetők ezek az építmények. Főként a kemény és zord téli időjárásban, hiszen előfordulhatnak hirtelen járhatatlanná vált utak, amikor is az utazó jobban teszi, ha átmeneti menedéket keres magának. A tisztaság mellett az időtálló kivitelezés is jellemzi ezeket az építményeket. Most egy ilyen útmenti pihenőnél vagyunk, valahol a hegyek között, Fördétől egy 100 kilométerre, délre. Förde az úti cél, tisztaság, kultúrált mosdó, kultúrált WC, és a WC-ben papír van, kézmosó lehetőség. Tisztaság, és meleg víz folyik a csapból. Tehát, ha körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy sehol nincs eldobva szemét, nem fújja a szél a papírokat. Én szerintem minden magyarnak ki kellene ide jönni Norvégiába,
és körülnézni, egy kicsit tanulni a kultúrából. Norvégiában több olyan helyen is megfordulhatunk, ahol több ezer éves jégpáncélokra bukkanhatunk. Ezek a jégtömegek a gleccserek. A Böjabring-gleccser a maga nemében kicsinek számít, azonban emberi léptékkel, ne felejtsük, főleg közép-európai, főleg alföldi szemmel is nézve, mind időben, mind térben hatalmas, lenyűgöző képződmény. Óriás hegyek, tiszta vízű patakok között egy völgyben ér véget sok ezer év jégbe fagyott világa. A globális felmelegedés a többi között ezeket a természeti csodákat is károsítja. Utolsó hírmondói ezek a jégtömbök a kontinens legutóbbi jégkorszakának. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy láthattuk ezeket a jégkorszakbeli képződményeket. Bízunk abban, még sokáig állhatnak itt ezek mementóként. A gleccservölgy időjárása igen változatos. 1-2 percenként változik köd, eső, napsütés. 30 percnyi ott tartózkodásunk alatt 5-ször kezdett el esni az eső, majd sütött ki a nap. A hatalmas jég az óriási nyomás és a rendkívüli hideg hatására inkább kékes színű, ami fokozza a látványt, mutatja emberi kicsinségünket a természettel szemben. Norvégiai állomáshelyünk Førde lesz. Egy nyugat-norvégiai kisváros, a Førdefjord szegletében, ahol rokonaink élik mindennapjaikat. Átlagos, élhető, tiszta kisváros, mely remekül illeszkedik a norvég emberek elvárásaihoz. 4 napos utazásunk végén otthonosan rendezkedünk be a kétszintes, jellegzetesen skandináv stílusban épült faházban. Vendéglátóink, rokonaink és egyben idegenvezetőink közel 2 éve élnek távol hazájuktól. A nyugodt, csendes, kiszámítható élet reményében vándoroltak ki. Nem kifejezetten a jobb megélhetés vonzotta őket, hanem egy más, élhetőbb körülmény, amit Magyarországon nem sikerült összhangba hozniuk a megfelelő életszínvonallal. A kezdet az nehéz. Persze, igen, minden kezdet nehéz, de eljönni egy más országba, ahol nem ismered a nyelvet, nem ismered a kultúrát, otthon hagyod a barátaidat, a családodat, aki számított neked, nehéz, de egy idő után, amikor elkezdesz belejönni a nyelvbe, persze akkor egyszerűen hirtelennyiben minden sokkal könnyebb lesz. És egyszerűbb az élet, miután az ember itt megszokja? Másabb, nem egyszerűbb, másabb, abszolút. Tehát új barátokat szerzel magadnak, családod azért nyilván az úgy otthon marad, sajnos ők nem jönnek, látogatóba jönnek, az úgy jó. Nem egyszerűbb, másabb. Itt is ugyanúgy kell dolgozni, el lehet menni sportolni, hegyet mászni, kirándulni, világot látni, de hát ezeket lehet otthon is. És mondjuk, hogyha azt kérdezzük, hogy mi az, ami itt van és otthon nincs, és mi az, ami otthon van és itt nincs? A család az otthon van. Tehát a család otthon van. Volt csoporttársak, barátok szintén, akikkel nagyon jobban voltunk, szintén otthon vannak. Viszont jönnek helyettük újabbak. Amikor megyünk haza, akkor látogatunk mindenkit. Az elején néha furcsán néztek rám, vagy igazándiból az elején, amikor még nagyon nem beszéltem a nyelvet, még csak makogtam, akkor így én úgy éreztem, hogy mindenki úgy gondolja, hogy én egy UFO vagyok, és másik bolygóról jöttem. Aztán igazándiból most már elkezdtek bennem bízni, és nagyon toleránsak.
Tehát sokkal toleránsabbak a norvégok, mint a norvég kollégáim, mint a magyarok voltak bármikor is. Sokkal toleránsabbak. Abszolút segítőkészek. Ha bármi problémám van, akár a munkahelyen, akár a magánéletben, akár kirándulni szeretnék, akár problémám van valamilyen gyógyszernek a regisztrálásával, akkor is segítenek, jönnek is. Ha háromszor ugyanazt kérdezném meg, akkor is segítenének. Ha nyugatra megy az ember, sokkal jobban keres, ez persze természetes, ez egyértelmű is. Viszont abba legtöbben sajnos nem gondolnak bele, hogy sokkal többet is fizet. Mert hogy ugye élni kell az adott országban, és egy liter tej nem annyiba kerül, mint otthon, egy kiló kenyér sem annyiba kerül, mint otthon, az albérletet szintén fizetni kell, az sem olcsó, de nekem a tapasztalatom az az, hogy itt Norvégiában jól lehet élni. Ki lehet jönni abból a pénzből, amit keres az ember, el lehet menni évente kétszer nyaralni külföldre, mert kijön belőle. A beilleszkedés, mint hallottuk is, nem volt egyszerű. Részben a nyelvi nehézségek, részben az éghajlati viszonyok miatt. Nyáron egész éjjel világos van, télen szinte egész nap sötétség. A csapadékos, párás, kiszámíthatatlan időjárás sem kedvezett a megszokásban. Viszont az emberek kedvessége, türelme, a kulturált, európai körülmények, a jobb megélhetés, no és a városban élő tucatnyi magyar jelenléte átsegítette őket a nehézségeken. A kinti magyarok rendszeresen összejárnak, hol egyiküknél, hol másikuknál rendeznek összejöveteleket. A norvég városka későn ébred. A boltok csak 9-kor nyitnak. A belváros csak napközben nyüzsög egy kicsit, de hamar el is csendesül. A norvég emberek kedvesek, segítőkészek, kiválóan szót értenek mindenkivel. Megbecsülik azokat, akik tisztességesen dolgoznak, bármilyen náció tagjai legyenek is azok. Akik viszont csak haszonlesésből, szociális alapon szeretnének megtelepedni, azokat hamar kiközösítik. A törvények és a jogszabályok is egyértelműen a tisztességes, becsületes életformát pártfogolják. Az utcákon, az épületeken is látszik az igényesség. A norvég mentalitás nagyon érzékeny a környezetére. Az évszázadok során megtanulták. A természet megbosszulja mindazt, amit ellene elkövetnek. Az embernek olyan érzése van, mintha errefelé nem használnának papírzsebkendőt, csomagolópapírt, műanyagflakont, egyéb hulladékká váló felesleges dolgot. Ugyanis szemét sehol nincs. A tudatosság, hogy minden újrahasznosítható, errefelé fogalom. Az üdítős flakonok értéke például visszaváltáskor majdnem annyi, mint amennyibe Magyarországon egy 2 literes üdítőital kerül. Teszünk egy sétát a városban, ismerkedünk a várossal, a környezettel, a skandináv életformával. Az emberek nyugodtak, senki nem rohan, mindenki ráér. Nincsenek őrülten száguldozó, méregdrága autójukat megvillantó új gazdagok, akiknek az egész utca is kevés lenne. Itt nincs mire felvágni, itt mindenki megteheti, hogy új autóval járjon. Nem mintha ezért indultunk volna, de már a séta elején feltűnt, hogy az élelmiszerboltok polcain nem látni szeszes italt. Megtudjuk, hogy itt alkoholt csak állami szaküzletben lehet venni, igencsak borsos árért. Van némi kis gyenge sörféle, de hétvégén azt sem árulják 16 óra után, csak a vendéglátó egységekben. A törvény így védi a vendéglátósokat, a boltokban megvett olcsó italt gyorsan elfogyasztó, randalírozó fiataloktól. Így némileg betartható a törvény, hogy itt az embert nem szolgálhatnak ki. Nem látunk az utcán és a bevásárlóközpontokban lógó diákokat. Úgy látszik, errefelé nem divat csoportosan a plázában lógni. Az áruházakban a drágaság csak számunkra az.
A magyar fizetéshez viszonyítva az árak átlagosan 3-5-szörösei az itthoniaknak. Persze, van olyan cikk is, ami olcsóbb, mint Magyarországon. És persze, sehogyan sem értjük, hogyan csinálják. Megtudjuk azt is, hogy az élelmiszerek a legcsekélyebb mértékben tartalmaznak adalékot. Személyesen is megtapasztalhattuk, hogy az eperlek vár valóban eperből van. A tej, mintha tényleg tej lenne. A csokoládé papírján pedig mikroszkóp vagy nagyító nélkül is láthatjuk, hány százalék kakaót tartalmaz. A város pereme felé haladva rácsodálkozunk a kertekre. Látszik, hogy az embereknek errefelé van idejük munka mellett, vagy esetleg helyett, a saját kiskertjüket, környezetüket rendben tartani. Nem kényszerülnek rá az itt élők, hogy második műszakot vállaljanak. A napi 8 óra munkáért mindenki tisztességes bért kap, amiből kényelmesen meg tud élni. Körbejárva a várost, kis templom mellett viszel utunk. A tiszteletes és a kántor számára külön tábla jelzi a parkolót. Kérik, senki ne foglalja el. És lám, nem is történt mostanság olyan eset, hogy elmaradt volna az istentisztelet vagy a temetés, mert a megérkező plébános nem talált megfelelő helyet autójának. Nálunk talán elég lenne a rokkantak számára fenntartott helyet szabadon hagyni, de tábla ide vagy oda, mifelénk, ez sem szent. A templomkertben kapott helyet a temető. Egyszerű gránit tömbök jelzik a nyughelyeket. Errefelé ez sem képezi hivalkodás tárgyát. Senki nem akar elkülönülni, többnek látszani. Úgy tűnik, mindenki megelégszik a hagyományos emlékhelyekkel. A hegyoldalra felsétálva megtudjuk, minden évben jeles esemény zajlik ezeken a csapásokon. Itt rendezik meg a hegyre felfutók bajnokságát. Az utóbbi években szokássá vált itt megrendezni a Förde Op nevű műveletet minden nyáron. Ez arról szól, hogy az ország különböző részeiről nagyon edzett, nagyon erős emberek idejönnek, akik megpróbálnak elsőként feljutni a hegy tetejére. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy így, mint ahogy mi így cammogunk, hanem ők konkrétan fölrohannak. A rekord az valami 20-valahány perc. Na most mi minimum másfél óra alatt érünk föl, és akkor is lóg a nyelvünk. Ehhez képest ők 20-30 percek alatt csinálják meg ezt a távot, a 45-50 fokos emelkedőket is bele számolva. Nekünk csak pár métert sikerült annyi idő alatt felfelé megtennünk, mint amennyi idő alatt a versenyzők legjobbjai a teljes távot megteszik a hegy tetejéig. Szóval hegyet másztunk, most van este fél tíz. Este fél tíz. Ott a háttérben még süt a nap. Hát este fél tízkor. Mi gondoltuk, vacsora után eljövünk egy kicsit hegyet mászni, de igazából nem volt egy nagy ötlet. Hónapra kellett volna hagyni. Visszatérve a belvárosba kiderül, már késő este van, csak a napállása ezt nem jelzi. A horizonton pihenő nap késő estig látható nyáron. Vöröslő sugarai meg-megcsillannak az épületek ablakain, a várost átszelő folyó víztükrén, narancsos színbe öltöztetve a közeli hegyek csúcsait. Éjszakába nyúlik a séta a városban. Nem tudunk betelni a látvánnyal, amit ez a harmonikus egész nyújt nekünk. Éjjel 11 órakor napsütésben sétálni igazán remek élmény. Kicsit távolabb merészkedve a várostól, olyat láthatunk egészen közelről, amit még soha. Egy kisebb fajta vízesést, ami az alföldi ember számára lenyűgöző látvány. Mégpedig egészen közelről, sőt, akár alá is sétálhatunk a vízfüggönynek. Sekély, tiszta vízű folyóban suhantova nagy erővel lezúduló víz, ami egészen kristálytiszta,
akár ivásra is alkalmas. És itt nyer értelmet mindaz, amit a város tisztaságával kapcsolatban észrevettünk, hogy sehol, még a legtávolabbi zugban sem található eldobált, kihajított szemét. Itt nem divat a kiránduló helyekre magunkkal vinni az elromlott televíziót, hogy majd a folyóba hajítsuk, vagy megszabaduljunk tőle egy útmenti szakadékban, és a kiürült vagy elhasznált műanyag szemetet sem hagyják itt, nem dobják el az emberek. Buja, zöld növényzet, csobogó tiszta folyó, a távolban békésen pecázó horgász, aki egészséges halat fog, a legelésző szarvasmarhák, amik szennyezetlen füvet legelnek, és egészséges, tiszta tejet adnak. Mind-mind része a skandináv életformának. Nem véletlen, hogy Norvégiában a születéskor várható élettartam 82 év. A napfényben, a vízpárán apró szivárvány kel életre. Megcsodálhatjuk egészen közelről. Itt elgondolkozik az ember, mi is az, ami igazán fontos. Tiszta víz, jó levegő, nyugalom. Sajnos ezekből a kis csodákból egyre kevesebb van a Földön. És irigyeljük azokat, akiknek kijutott ebből, és még vigyázni is tudnak rá. A tradicionális norvég építészet örökségei láthatóak abban a skanzenszerű múzeumban, ahová a következő napon ellátogatunk. Néhány száz évvel ezelőtt így nézhetett ki Norvégia, ahogy a hátam mögött lévő falu is illusztrálja. Az itt élő emberek javarészt állattenyésztéssel és halászattal foglalkoztak. Igazából nyugalmas, kiegyensúlyozott életük volt, ami talán megzavarhatta az egy-egy ide tévedő medve, vagy esetleg egy-egy keményebb tél, de igazából a vizek bőven ontották a halat, az erdők a vadat, építőanyag volt, tüzelőanyag volt, nem fáztak, házat építettek maguknak, igazából nem lehetett itt rossz életük. Ha vele gondolunk, azért a magyaroknak elég sokat kellett lovagolgatni, hogy azért egy kis ennivalót találjanak a nagy prérin, a nagy alföldön, mert azért ott ilyen bőséggel nem volt víz. De tulajdonképpen nem is egy rossz vidék ez. Csend van, nyugalom! Jól kivehető, a gyűjtögetésre, vadászatra, halászatra beilleszkedett közösség lakóépületein mennyire találékonyak voltak. Kőből emelt magaslatokra épített tárolóépületek, lakóházak jól mutatják, más élőlényekkel kellett osztozni egy-egy területen. A vadállatoktól elzárva, magasra épített, nehezen megközelíthető helyen tanyáztak az itt élők. Rendszerint folyók, tavak mellett épültek fel a falvak, ahol könnyen vízre tudták tenni csónakjaikat a halászathoz. Megvolt a megfelelő mennyiségű víz a mindennapi teendőkhöz. A tó gazdagon ellátta az itt élőket hallal, néha merészkedtek csak az erdőbe egy-egy nagyobb vadat elejteni a prémiéért, húsáért, csontjaiért. A házak tetején földborítást helyeztek el, ami részben hőszigetelést volt hivatva ellátni, akár télen, akár nyáron. A házak tetején nem egyszer 2-3 méter magasra növő fák jelentőségét nem sikerült megfejteni. Talán majd egy következő alkalommal választ kaphatunk rá. A nyári napforduló idején, amikor egész éjjel teljes világosság van, Szent Iván éjjelén mindenfelé tüzet gyújtanak, füstöt eregetnek. Ez egyfajta ünnep ilyenkor, ahogy a téli napforduló során, Luca napján hasonlóan ünnepelnek. Csak akkor a leghosszabb éjszakát köszöntik. Június 23-a van, ez csillagászatilag az év leghosszabb napja. Az úgynevezett Jonszok, vagy magyarul Szent Iváné ünnepe. A háttérben látható füstök pedig nem egy háborús övezet miatt vannak ott, hanem ez az ünnep azzal jár, hogy esténként, ezen az estén mindenfelé szerte az országban tüzeket gyújtanak. És így ünneplik a leghosszabb napot. Nyárközép, azaz Szent Iván napja számukra az év egyik legfontosabb napja. Mivel a nyarat északon rendkívül rövid ideig élvezhetik az itt élők,
Gyors tova illanása arra készteti őket, hogy a nyár kezdetét és annak csillagászatilag hivatalos első napját kivételes módon éljék meg. Van is ok az ünneplésre, hiszen ki ne örülne az év leghosszabb napjának. Amikor az ember még mágikus összhangban élt a természettel, a nyárközépi tűzgyújtással minden bizonnyal a napot próbálta támogatni a sötétséggel vívott harcában. A régi korok emberei a tüzet gyakorlati haszna mellett a világosság, tisztaság, az egészség, az elevenség, a szenvedély, a szerelem és az örök megújulás jelképének tekintették. És a mai menü esővízben pácolt, grillezett csirkeszáj. Na így forgatja a fűtőt. Ősi norvég mondás, hogy nincs rossz időjárás, csak rossz öltözet. Most pedig megiszom a szájdert, miért nagyon felhívom. Az itt élő magyarok összetartó közösséget alkotnak. Rendszeresen látogatják egymást, főként hétvégéken jönnek össze egy-egy kis piknikre, grillezésre, beszélgetésre. Nagy segítség lehet a régebben kint élőktől nyelvi vagy életmódbeli tanácsot kérni, hiszen a tapasztalatok megosztása lehet a kulcs a menni vagy maradni kérdésben is. A fürdében megtelepedett magyarok között van orvos, áruházi kisegítő, gyógyszerész, számítógépes szakember. Ők így együtt már akár egy magyar nagycsaládnak is számíthatnak, akik számos dolgot megosztanak egymással a mindennapokban. A közös hétvégi grillezés velejárója, a sirályok kéregető, nem egyszer a szemtelenség határát súroló potyázása. Egy gondtalanul ott felejtett falat könnyen sirály eledel lesz, mert ezek a madarak csak a pillanatra várnak, amikor nem figyelünk, és már is lecsapnak a kész elederre. A kertben tanyázó süni is talán a lepottyanó falatkákra vár türelmesen, azonban sokszor hiába. Ő nem tud versenyre kelni a pima sirályokkal. Másnap kicsit délebre vesszük az irányt, nagyvárosi kirándulásra indulunk Bergenbe. A kanyargós szerpentinen, felvéve a norvég ritmust, lassan araszolunk felfelé a hegyre. Ám nem sietünk. Inkább a biztonság a fő szempont. A kompra meg úgy is biztos várni kell. Festői a táj. Szeretnénk minél többet látni Norvégiából. Bergenbe megyünk, körülnézünk egy kicsit. Itt vagyunk a világ tetején. Nem tudom, hogy hány száz méter magasan, mert nem működik a GPS. Majd reklamálunk a szaküzletbe, hogy nem jó. Nagyon jó a hely. Vannak lovak, tehenek, kecskék, birkák, fenyőfák, és elhatároztunk, hogy ekkora sziklákat fogunk hazavinni papírnehezéknek. Bergen Norvégia második legnépesebb városa, a Sognefjord mentén. A Norvégia nyugati partvidékén fekvő, hét heggyel körülvett város fölött szinte mindig lóg az eső lába. Sokan az esernyők városának is nevezik Bergent, hiszen itt évente átlagosan 330 napon át esik az eső. Itt a szállodai szobák alapfelszereltségéhez tartozik az ernyő. Kevés hely van a világon, ahol a város a természettel ilyen páratlan kombinációt alkot.
Az itt élők büszkék hagyományaikra, ezekbe pedig szívesen engednek bepillantást. Bergent 1070-ben harmadik Olaf norvég király alapította, amely a 12. században Norvégia fővárosává nőtte ki magát. A Wagen-öböl keleti partján épített kikötő a 13. században olyan kiemelkedő jelentőséggel bírt, hogy a Hanza kereskedők itt nyitották meg negyedik európai központjukat. A Hanza Szövetség megalapozta a középkori városi kultúrát Észak-Európában, és jelentést adott a mondásnak, a városi levegő szabaddá tesz. A szövetség, mely majdnem fél ezer évig működött, az egész Balti-tengeri régióban hatással volt a gazdaságra, politikára és kultúrára. A Hanza Szövetség létrejöttének előfeltétele volt a kereskedelem és a városok fejlődése, valamint a német kereskedők előrenyomulása kelet felé, a Balti-tenger partjai mentén. A Hanza Szövetség forgalmas kikötőjében a 18. században vették át az irányítást a norvég kereskedők. Ekkor tájt vált az északi partokról érkező tőkehal fontos exportcikké. A halászat ma is lényeges szerepet játszik Bergen életében. A norvég város a 19. század óta a térség szellemi, kulturális centruma. Leghíresebb születte Edvard Grieg, zeneszerző zongorista, aki Henrik Ibsen Peer Gynt című drámáját zenésítette meg. A zegzugosan kanyargó macskaköves utcák, a fából készült, választékos lakberendezői ízlésről tanúskodó házak, a szökőkutakkal teli gondozott parkok még záporok idején is sétára csábítanak. A város központi része a Briggen, azaz a rakpart. Az itt sorakozó színes, csúcsos oromzatú Hanza stílusban épült faházikók az UNESCO világörökségéhez tartoznak. Különleges élmény sétálgatni közöttük, hiszen a szűk átjárókat nem kő, hanem hajópadló fedi. A roskatag kinézetű házak az évszázadok során többször leégtek, de valahányszor megsérültek, mindig újjáépítették őket. Az örökké zsibongó kikötőben hatalmas élet zajlik. A rengeteg turista, a helyi lakosok szinte örökké mozgásban tartják a várost. Utcazenészek, ajándékboltok, vendéglők, színes kavalkádja igazi pezsgést ad a kikötővárosnak. A trollok a skandináv mitológia szereplői, misztikus, félelmetes lények. Számos irodalmi alkotásban találkozhatunk velük, különböző formákban és szerepekben. Itt Bergenben a trollokat megformáló ajándéktárgyak sokaságából válogathatunk. Árukat azonban nem éppen a mi pénztárcánkhoz szabták, így mi is inkább csak nézegettük őket. Az északi irodalom és más művészeti ágak különböző módokon jelenítik meg a trollokat. Leggyakrabban azonban benszülött fajként, nagy fülekkel és orral ábrázolják őket. Innen kerültek be világszerte a fantasy irodalomba és a szerepjátékokba. A haragos zöld, jéghideg tengerpartján minden nap van halpiac. A tenger friss gyümölcsei, rákok és kagylók közül válogathatunk, s akinek kedve van, megkóstolhatja a nyers, lazacos szendvicset, vagy a füstölt bálnahúst is.
Persze itt is jelen vannak a folyton potyázó sirályok, akik teljesen megszokták már a piacon nyüzsgő emberek sokaságát, nem zavartatva magukat, ha egy-egy jobb falatról van szó. Bármennyire hosszú egy nap, hiszen a 24-ből 24 óra világos. Az idő nem áll meg. Végére értünk a vakációnak. Ha tetszik, ha nem, útnak indulunk vissza Magyarországra. Rengeteg látnivaló akadna még ezen a varázslatos tájon. Talán visszatérhetünk egyszer még, hogy újra és újra megcsodálhassuk ezt a zord, sziklával csipkézett, ám ennek ellenére vonzó vidéket. Száz kilométernyi autózás után, elhagyva a meredek sziklafalakat, kanyargós hegyi utakat, elérjük Oszló határát, ahol a hírekből ismerős névre leszünk figyelmesek az egyik útbaigazító táblán. Utoja. A kitérőnél megállunk. 2011. július 22-én Anders Breivik ezen a szigeten gyilkolt meg 69 embert. Ennek mementójaként a sziget mellett apró kegyhely tanúskodik a szörnyű tetről, melyre nincs, nem is lehet magyarázat. Egy kettévágott félsziget, amely emléket állít a szörnyű tetnek. Egy szimbolikus seb a tájban, figyelmeztetve, hogy soha ne történjen ilyen meg többé. 2015-ben avatják majd fel Jonas Dahlberg svéd művész monumentális alkotását. Rövid autózás Oszlóban, majd irány Svédország, ahol az éjszakát töltjük. Sokat láttunk Norvégiából, a skandináv vidékből, azonban egy vágyunk kimaradt. Szerettünk volna jávorszarvasokkal, medvékkel is találkozni, hiszen Norvégia szerte élnek, azonban sajnos nem akadtunk össze egyel sem. Se baj, majd legközelebb célirányosan keressük őket. Egy pihenőnél azonban kíváncsi és meglepően szelíd, dolmányos varjúsereg vett körül minket. Akárcsak a sirályok, ők is egy kis potya eleség reményében. Hangos, éles varjú nyelven köszönték meg a nekik szórt eleséget, és mintha azt károgták volna, mi legalábbis úgy értelmeztük, reméljük, hamarosan viszont látunk benneteket.